Aranyékszerek, fegyverek a kiállító térben. Ezeket a most épülő M6-os autópálya befejező szakaszának nyomvonalán végzett feltáráson találták a régészek Babarcnál. Avarkori sírokból kerültek elő, és már egy részüket láthatja a közönség a Pécsi Janus Pannonius Múzeum Káptalan utcai épületében. A 21-es évnek a végén, illetve a 22-es évnek az elején több minden került elő Babarc környékéről, tehát Babarc határából. Nagyon gazdag leletanyag, egész lovastemetkezések, gazdag férfi-női ékszerek, fegyveranyag, mind olyan tárgyak, amelyek az avarkornak a kutatásába előremutatóak. Sok érdekes lelet került elő, mondja a kor szakértője. Unikális például az a lemezborítás, ami akár egy tarsolynak a tetején, akár egy tegeznek a száj borítását is adhatta, de sok más vizsgálatra érdemes anyag. Tehát, hogyha szimplán az embertani anyagát nézzük a sírnak, és azokon végezhető antropológiai vizsgálatokat, már ez önmagában egy nagyon érdekes téma. A sírokból aranyékszereket is kiemeltek. Ezek azt jelzik, hogy magasabb társadalmi csoportba tartozó sírhelyeire bukkantak a régészek. A lelet egy részét már láthatják az érdeklődők. A Baranya Aranya címmel nyílt kiállításon a Pécsi Janus Pannonius Múzeum Káptalan utcai épületében. A többi lelet még a restaurátoroknál van. Ezeket később mutatják be a nagy közönségnek.